bemutatták a megyei hírlap, akkori nevén Népújság 1985 és 1990 közötti időszakáról szóló kötetet, melyben az akkori főszerkesztő Árpási Zoltánnal a lánya, a Svájcban élő Árpási Krisztina beszélget. A gyermekeimhez tudom kapcsolni az ötletet. Nagyon sok történetet meséltem a gyerekkoromból a három kisfiunknak, és ahogy egyik történet követte a másikat, nagyon sok hiányosságot tapasztaltam, amire már nem emlékeztem. Ez indította a beszélgetést a szüleimmel is, és édesapámmal is, és aztán, ahogy lenni szokott, egyik dolog követte a másikat, és beleérkeztünk egy olyan korszakba, a 85-90 közö közötti időszakba, ami számomra abszolút homályos volt, viszont nagyon érdekel és innen indult tulajdonképpen az egész, hogy ö, én kérdezgettem, és egy olyan nagyon komoly anyag gyűlt össze, ami aztán könyvformájába alakult. A kötetet eredetileg leginkább a családtagjainak szánták, de ahogy menet közben kialakult egy érdekes kordokumentum, úgy vált egyre valószínűbbé, hogy könyvformában is megjelentetik. Az olvasók nem csak a korabeli társadalmi politikai viszonyokról alkothatnak képet, hanem megismerhetik a népújság szerkesztőségében folyó munkát is. Újságírói pályafutásom legszebb időszaka volt, azt tudom mondani, az összes nyűgével együtt. Tehát beleértve azt, hogy én nekem ott a végén el kellett jönni, hogy ez a 85-90 közötti időszak, de az a 87 közepétől, 88 erejétől, 94. Tehát 88-89 az egy annyira, annyira szabad világ volt, és, és annyira szabadon lehetett újságot írni, hogy, hogy azóta Se volt olyan, és az előtt se volt olyan. A könyv előszavában azt szerepel, hogy kritikus és önkritikus, a tévedéseket is bevalló őszinte számvetésről van szó.